Nekrológ. Fájdalmas szívvel, de Isten akaratán megnyugodva búcsúzom Tóth György testvértől, akinek teremtője 94 évet adott ezen a földön. Testvérünk életét Istenben vetett hitben élte, Jézus Krisztus személyes megváltójának vallotta élete végéig. Tóth György testvér 1921. április 24-én született Györgyfalván, Erdély, Tóth Márton és Katalin első gyermekeként. Következő néhány évben az Úr még három gyermekkel ajándékozta meg szüleit, így egyszerre nevelkedtek fel. Akkor tájt igen ritka, szép eseménynek örvendhettek szülei, amikor mind a négyen egyszerre merítkeztek be 1942. szeptember 6-án Kolozsváron Dénes Ferenc lelkipásztor által. 1944. július 4-én házasságra lépett Gáspár Máriával, akivel boldog házasságban éltek több mint 67 évet. Az Úr két gyermekkel ajándékozta meg őket, Györggyel és Mártával, valamint György fiától származó unokájával, Csongorral. 1969-ig a Györgyfalvi, illetve Kolozsvári gyülekezet tagja volt. 1970-ben az Egyesült Államokba költözött New Yorkba, ahol az első magyar baptista gyülekezetben szolgált hosszú éveken át. Szülőhazáját egy percig sem felejtette el. Tovább támogatta a testvéreit és a rászorulókat. Ugyanakkor a helyi gyülekezet érdekeit szolgálva sok bevándorlott, felkarolt és útba igazított az új hazában. Csak az ő személye révén legalább még 50 személy láthatta meg Amerikát, barátok, testvérek, rokonok. Míg felesége a mártai szolgálatokban fáradozott, Tóth testvér, mint gyülekezeti vén magára vállalta mind az adminisztratív, mind a lelki szolgálatok terhét. Szolgálatának különleges jelentősége volt 1979 és 1986 között, amikor a gyülekezet lelkipásztor nélkül maradt. Kulcsár Sándor lelkipásztor testvér és családja megérkezése után 1986 Brooklynba költöztek, majd 1998-ban Pennsylvaniába vettek házat, lányukhoz, Mártához költöztek, ahol szép és nyugodt alkonyattal áldotta meg őket a Teremtő. Utolsó éveiben Tóth György testvérnek igen nehéz megpróbáltatásokban volt része, de hitét és bizalmát az Úrban nem ingatta meg semmi. 2012. március 19-én kedves felesége költözött az Úrhoz. 2013. május 5-én pedig fia György távozott az élők sorából. Élete legutolsó szakaszában az utóbbi hónapokban sok betegség és szenvedés érte, de ezeket is türelmesen viselte. Folyó év májusában beszélőképességét is elveszítette, ami a legnehezebb volt számára. Testvérünk tudatosan készült a halálra. Az utóbbi időben valahányszor meglátogattuk az ígéről és lelki dolgokról szeretett beszélni. Szívesen és lelkesen énekelte velünk az üdvösségről és az örök életről szóló lelki énekeket. Utolsó találkozásunkkor is, amikor a 94. születésnapját ünnepeltük, örömmel énekelte velünk kedvenc énekét, Isten kegyében nem tudom, részes hogyan levék, de azt tudom, kiben hiszek jól, és nem szakaszt el tőle semmi sem. Megadja örök részemet, mikor el fog jönni ő. E vágya beteljesült július 22-én, amikor az Úr hazavitte. Egy gyászos alkalommal Isten vigasztalását kívánjuk hátramaradt gyermekének, Mártának, aki mindvégig nagy szeretettel gondozta unokájának, népes rokonságának és mindazoknak, akik ismerték és szerették Tóth György testvért.